Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök április 1-én húsvét hétfőn a Tatai Televízió Tallózó című műsorát láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Március 25-én folytatódott a Magyari Terv 3.0 vitairatának tárgyalásra, amelyről aznapi híradónkban számoltunk be bővebben. Szintén hétfőn este adtunk hírt a Böjti karikázóról, amelyet a Kenderke Néptánc Egyesület, a Pötörke Népművészeti Egyesület és a Tatabányai Csutri Tánc Egyesület női tagjai adtak elő virágvasárnap alkalmából. 9. alkalmához érkezett a Magyari Terv 3.0 vitairatának fórumsorozata. A publikációt követően már több észrevételt kapott a lakosságtól a városvezetés, emellett személyes találkozók során az egyes ágazatok képviselői is kifejthetik véleményüket a dokumentummal kapcsolatban. Több mint 200 olyan szakemberrel beszélgettünk már eddig, akik egy-egy területnek a képviselői, ma pedig a Bláthy Ottóról elnevezett témát tárgyaljuk, ami sok mindenről szól, annak ellenére, hogy az energetika és a klímavédelembe sűríthetjük össze ezt a gondolatkört. Az energetika egy nagyon fontos kérdés, hiszen nincs ma már olyan háztartás, ahova nem kellene villamos energia, vagy gáz, vagy egyéb szolgáltatás, gyenge áram, amin telefon, stb. Tehát egyrészt erről az oldalról nagyon fontos, hogy minden egyes tatai családot érint ez a kérdés. Másik oldalról, akár hogyha azt mondom, hogy az energetikában, energiaellátásban például a távhő egy nagyon komoly felületet foglal a városban, a fűtést illetően, melegvízszolgáltatást, ami megint egy nagyon fontos, a klímavédelemben nagyon-nagyon komoly elhatározásokat tett Magyarország is az Európai Unió felé, sőt az egész világon ugye ez egy napi kérdés, éppen ezért ehhez a kis településeknek és a városoknak meg különösen is kapcsolódni kell, hiszen rajtunk fog függeni, ha az egyes kicsi városok ezt jól csinálják, akkor az összes is jól tud működni, ezért a klímavédelemben is nagyon fontos elhatározásokat szeretnénk tenni. Itt például a zöldítés, amit már a Mikovényibe is megtárgyaltunk, egyik nagyon fontos szempont, vagy a csapadékvíz elvezetés helyett a csapadékvíz megtartás fontosságára tesszük a hangsúlyt a jövőben, még inkább erre tesszük a hangsúlyt, de ugyanilyen a közvilágítás, vagy az energiának az a fajta felhasználása, amit nem tudunk kikerülni, muszáj, hogy használjunk föl, de akkor ott a lehető legtakarékosabban és a lehető legolcsóbb energiát használjuk föl. Ugye szokták mondani, hogy az a legolcsóbb energia, amit föl se használunk, vagy meg se, elő se állítunk a földvédelme szempontjából. Szóval mind-mind ezek közlekedés fejlesztése, tömegközlekedés, és mindezt természetesen ugyanabba az elvrendszerbe, hogy okosvárost építünk, kell belehelyeznünk. Úgyhogy nagy izgalommal várom a mai hozzászólásokat is. Nagyon köszönjük az eddig elküldött véleményeit a tataiaknak, várjuk továbbra is, magyaritervkukac.hu. Nagyon kérem, hogy mindenki tegye meg, hogy átfutja az őt érdeklő részt legalább a honlapunkon, és ahhoz írja meg a véleményét, hiszen csak így együtt lehetünk igazán okosak, és ebből így együtt biztos, hogy valami jó dolog fog születni Tata városát illetően. Mintegy 100 nő közös énekhangja töltötte meg a Kossuth teret virágvasárnap alkalmából. Tatán már 9. alkalommal hívta életre a Böjti karikázó programját a Kenderke Néptánc Egyesület, a Pötörke Népművészeti Egyesület és a Tatabányai Csutri Tánc Egyesület. A kezdeményezés során a tavaszra jellemző táncokkal, járásokkal készültek a hagyományőrző hölgyek a közönségnek, akik így szimbolizálták a megtisztulást és a megújulást egyaránt. Minden évben nagy öröm, hogy ilyen módon lehetünk együtt ennyien kislányok, lányok, asszonyok Tatán énekelve és kézenfogva. Nekem ilyenkor eszembe jutnak azok a nők is, akik ilyenkor nincsenek velünk, édesanyám, nagymamáim, dédnagyanyáim, akik szintén segítették az életünket, meg azok az ismerősök, barátok is, akik körülvesznek a hétköznapokban, és egymás segítségére lehetünk. Szükségünk van egymásra,
közösségben él az ember, és hogyha a közösségben is megéli az ünnepeit, annak egy kicsit még nagyobb ereje van, vagy más ereje van. És ezekből az ünnepekből mindig erőt merítünk, hogy legyen erőnk a hétköznapokra. A bőti időszakra szigorú szabályok vonatkoznak, azonban karikázni lehet a jeles dátumon. Viszont fontos kiemelni, hogy a táncokat ilyenkor nem hangszer, hanem szívből jövő énekhang kíséri. Ebben a bőti időszakban sok mindentől tartózkodtak. Mindenki tudja, hogy a hústól, de a hangos mulatságoktól is, hiszen lezárult a farsangfarkával a farsangi hangos mulatozási időszak, és ilyenkor jön az elcsendesedés, egy kicsit befelé figyel az ember, és ilyenkor is azért szépen kimentek a lányokán vasárnap a tavaszt köszönteni, sétálgatni az utcára, a faluban, és lehetett énekelni, énekszóra kapuzni. Ezek a kapuzós játékok a termékenységet szimbolizálják, búj-búj zöldek, ugye most fakadnak a rügyek, virágok, és hát gyakorlatilag ennek a szimbolikája mentén lehetett énekes lánytáncot járni. Nagyon sokszor olyan helyen csináltak a faluban, ahol kút van, vagy a templom előtt, vagy egy olyan valamilyen szinten szakrális helyen, és ezek azért hagyományozottak. Mai napig vannak azért falvak, ahol ezt így eljárják. Mi nagyon örülünk, hogy van egy ilyen hely, ahol a templomok között el tudjuk ezt a táncot járni, és ennek most van az ideje. A bőti karikázó idén is sokak érdeklődését keltette fel, amely nagy öröm a szervezőknek, akik célul tűzték ki népszerűsíteni azt, mennyire fontos és elengedhetetlen az emberi kapcsolat az életben. Március 26-án ismét a Magyari Terv Vita Iratának soron következő fórumáról számoltunk be, ekkor a sport témakörről beszélhettek bővebben a megjelentek. Nemzetközi műhely konferenciának biztosít helyszínt március végén a Kuni Domokos Múzeum, a Szentendrei Szabad Egyetemi Néprajzi Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közös szervezésben a fenntarthatóság fontosságáról tájékoztatták a jelenlévőket. Tatán az épített és természeti örökségek megóvása és fejlesztése mellett a sportnak is fontos szerepe van a mindennapokban. A tematika természetesen a március elején bemutatott Magyari Terv 3.0 vitairatában is szerepel, amellyel kapcsolatos észrevételeket a városban érintett szervezetek képviselői mondhattak el a városházán. Itt is szép történelmi hagyatékunk van, hiszen Eszterházy Miksa, akiről a sportrészt elneveztük, 150 évvel ezelőtt alapította meg az első magyar atlétikai klubot, amely aztán rá néhány napra már rögtön egy ökölvívó nagy versenyt rendezett először Magyarországon, és így tovább, amelynek aztán egyébként haláláig elnöke is volt ennek a klubnak. Magyar Olimpiai Bizottság létrejöttéhez is komoly szerepe van. Eszterházy Miksának, aki ugye Viátor néven írta az írásait és dolgozott, és mint a, ugye az atlétikához szorosan közel lévő kifejezés, a gyaloglást, nagy szerelmese volt. Egy nagyszerű ember után nagyszerű sportolóinkra emlékezünk ebben a Magyari Tervi programban, és az a 4000 sportoló, akik Tatán versenyszerűen sportolnak, igazolt versenyzőként sportolnak, bőséggel megérdemlik, hogy külön fejezetben gondoljunk rájuk. Mellettük pedig több ezren Tatán a mindennapi rekreációs mozgás élményüket élik meg, ezért nagyon fontos, hogy nekik is olyan hátteret biztosítson a város, ami ehhez a tevékenységhez fontos. Több mint 30 sportegyesület, több mint 30 sportágban képez versenyzőket, és mellette az iskoláink mindennapi testnevelés órái pedig szintén egy olyan töbletet jelentenek a gyerekeinknek, amitől azt reméljük, hogy egészséges felnőttekké válnak. Na, ehhez kell a Magyari Tervnek azt a hátteret biztosítani jövőben is, hogy milyen fejlesztésekre, milyen gondolkodásmódra van szükség ahhoz, hogy az egészséges ember a sport által megtalpalt és megerősített egészséges ember hogyan tud lenni a tataiakból. Ezen fogunk ma dolgozni, és hálásan köszönöm a sportterületén dolgozóknak is a sok-sok gondolatot, javaslatot, ami már eddig is beérkezett. Egyébként a program részt azt 4 fejezetre bontottuk, és eddig több mint 30
a pont van felsorolva ennél a területnél. Én azt remélem, hogy még a végső formába öntésig sok-sok jó javaslat érkezik be a sport területéről is. Fenntarthatóság és múzeumok a gyakorlatban címmel szervezett nemzetközi műhelymunkát a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. A kétnapos szakmai konferenciának a Kuni Domokos Múzeum biztosított helyszínt, hiszen az intézmény kiemelt partnere a szervezeteknek, emellett a témához kapcsolódóan több jó gyakorlattal is rendelkezik a Tatai Egység. A Tatai Múzeumban elsősorban ez így két lábon működik, az egyik a természettudományi gyűjteménykürtő, Dóra igazgató helyettes vezetésével, és nem kihagyva a Skoflek tanítványoknak az aktív együttműködését, valamint a TIT Csillagdának a közreműködését ezen a területen, akár a világnapokban, akár pedig a kiállításokban, amelyekben ezeket a témákat könnyebben körül tudjuk járni, elég legyen visszagondolni a környezetváltozás kiállításra. A másik lába az pedig a Német Nemzetiségi Múzeum, hiszen a Német Nemzetiségi Múzeum egy malomépületben kapott helyet, ahol a nemzetiség identitás mellett jó lehetőség van a megújuló energiának a bemutatására is, és ebbe is tettünk lépéseket az elmúlt időszakban, az idei esztendőben nagyobb infrastruktúrális beruházások is fognak kapcsolódni, ehhez meg fog jelenni egy kültéri kiállítás, ahol a megújuló energiákat végig fogjuk tekinteni, hogy a 18. századtól napjainkig hogyan tudta hasznosítani az ember, hogy nem kellett mindenhova elektromosság, és bizony itt ezen a kiállításon lesz arról szó, hogy a napelem ősét már a 18. században, amikor a Magyarországra érkeznek a német nemzetiségi parasztok, kézművesek, már akkor foglalkoztatja az embert és keresi a megoldást, a nap erejét, hogyan lehet még inkább az ember szolgálatába állítani. A kétnapos szakmai műhely célja a mindennapi intézményi működés során hasznosítható inspirációk nyújtása ahhoz, hogy a hazai múzeumok érdemi módon vegyék fel a harcot a klímakrízis ellen. Ennek érdekében több előadást hallgathattak meg a megjelentek, ezzel elősegítve a kapcsolatépítést és a hatékony tapasztalatcserét. Hosszú ideje foglalkozunk a témával, de úgy gondolom, hogy a múzeumok életében ez egyre inkább központi témává válik. Természetesen nem szorítja háttérbe a szakmai munkát, viszont minden területét áthatja a múzeumi munkánknak. Fél évvel ezelőtt voltunk az Európai Múzeumok Nemzetközi Konferenciáján, Finnországban, Lahtiban, és ott ezt a témát a klímaváltozással és a klíma helyzetének javításáért, múzeumi eszközökkel való javításáért való harcként fogalmazták meg. És úgy gondolom, hogy ez ma nem túlzás. És a helyszín maga nagyon is fontos a számunkra, hiszen a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja ez nagyon régóta szoros szakmai kapcsolatban áll a Tatai Múzeummal, a Német Nemzetiségi Múzeummal, nem is volt olyan rég, amikor a Közösségi Múzeum elismerést adhattuk át a tavalyi évben, szintén egy szakmai konferencia keretében. Most pedig a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált Petőfi Kulturális Program részeként egy kétnapos szakmai workshop, konferencia helyszíne lehet Tata. Az eseményen németországi példákat is bemutattak, köszönhetően Szalai Tamás előadásának, aki a Dunasvábok Központi Múzeum igazgatója. Tataváros önkormányzat képviselőtestülete március 27-én tartotta meg soron következő ülését. A felek 24 napirendi pontról tárgyaltak. A grémium többek között foglalkozott a városi parkolás telítettségének vizsgálatával, de a tatai civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások is a témák között szerepeltek. Az ülés összefoglalóját a következő percekben láthatják. A képviselőtestület ülésen 16 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és 11:30-kor fejezték be a munkát, ezúttal egy zárt ülés napi rendi pontjával. Az ülés elején pedig rendeletalkotás következett, mégpedig több rendeletet is módosítottak, elsőként a közterület használatról szóló helyi szabályzatról szóló rendeletet. Közterület helyi szabályzásáról szóló rendeletünk tartalmazza nem csak azt, hogy mit adhatunk oda használatra a közterületből, hanem hogy mennyiért. És most ezen változtattunk. Minden év elején az előző év inflációval meg szoktuk emelni ezt az összeget. Tavaly infláció sajnos magas volt, sajnos ezzel a magas 17,6%-os inflációval kellett megemeljük a közterület használati díjat.
rendelettervezetet tárgyalt a képviselőtestület közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szólt. Az együttélésünk szabályait azért sok minden meghatározza, tehát nagyon sok törvény vonatkozik arra, hogy a természetes személyek, az emberek egy közösségben hogyan kell, hogy éljenek. Igazából ezt mindannyian otthon tanuljuk meg, és először az otthonról hozott tudásunkat használjuk erre, amit kiegészítenek a törvények, a jogszabályok, mert azok aztán pontosítják, vagy egészen precízen megfogalmazzák, sőt a szankciót is mellé teszik, hogy ha ezt nem tartjuk be, akkor ezért mi jár. És az önkormányzati törvény egy olyan lehetőséget is biztosít a közösségünk számára, Tata városa számára is, az itt élők számára is, hiszen így együtt vagyunk az önkormányzat, és ez az önkormányzat választ magának egy képviselőtestület, amely aztán a konkrét döntéseket meghozza. Szóval az önkormányzatunk számára a törvény lehetőséget biztosít, hogy további részletszabályokat fogalmazzunk meg az együttélésünkre. Ilyen például az, amikor valakik hangoskodnak, és ez valakiket zavar. Vagy ilyen az, amikor valakik ide-oda szemetet helyeznek el, vagy hulladékot. Vagy ilyen az, hogy a házunk előtt rendet tartunk-e az ingatlan előtti területen, ami nem direkt a miénk, de mégiscsak mi élünk ott, nekünk a kötelességünk ott rendet tartani. És így tovább, vagy hangoskodik valaki, vagy valakinek olyan szórakozó helye van, ami másokat zavar, hogyha túl sokáig, túl hangosan működteti. Tehát ezekben a kérdésekben sok-sok véleményjavaslat jött már össze, és nagyon sokan kérték, hogy ezt valamilyen módon a város pontosítsa. A jegyző úr a hivatal munkatársaival közösen elkészítette erre egy javaslatot, ezt megtárgyalta a bizottságok, és ezt ma tárgyalta a testület is, és azt döntöttük el, hogy ma ne döntsünk egy végleges határozattal, hanem még egy kicsit tovább precizírozzuk, tovább gondoljuk ezt a jogszabályunkat. Viszont szeretnénk kitenni az ablakba, tehát nagyon kérek minden tatait, hogy olvassa el, nézze meg, szóljon hozzá, tegyen javaslatot, egészítse ki. Ezért az újságunkban is majd benne lesz a következő számba, illetve a honlapunkon is elérhető lesz ez a rendelettervezetünk, és az a kérésem, hogy vizsgálja meg mindenki, nézze meg, hogy ő szerinte hogyan kell ezt úgy alakítani, hogy egymást segítsük az életünkbe, a nyugalmunkat, a békességünket, a otthoni pihenésünket, de ugyanakkor a szórakozásnak is meg legyen a lehetősége, meg a munkának is, hiszen ez a rendeletünk arról is szól, hogy például hány órától hány óráig lehessen mondjuk hangosabb háztartási gépeket az udvaron mondjuk használni, magyarul fűnyírozni például, vagy fűkaszázni, vagy olyan fűrészelni, olyan eszközöket használni, ami lehet, hogy zavarja a szomszédokat, de valamennyit tűrnünk is kell, mert hiszen azt a munkát el kell végezni, valakinek nagy kertje van, föl kell szántsa, el kell végezni a favágását, hogy télen tudjon tüzelni. Tehát rengeteg a mindennapi életünket komolyan befolyásoló tényezőt kell valahogy rendbe tennünk. Na ezt a szabályt szeretnénk megalkotni, erről beszélgettünk ma. A helyi építési szabályzat is a képviselőtestület napi rendi pontjai közé került. Ugye a HÉSZ-t a tavalyi esztendőben elfogadtuk, elindítottuk. Előjön még mindig néhány olyan apróság, ahol látható, hogy egy elírás történt, és nem direkt volt az úgy kigondolva, hiszen a többi szempont abszolút ezt megmutatja. Most is egy ilyenről van szó, tehát egy elírást kell javítani ebben a szabályunkban. A képviselőtestület döntött arról is, hogy pályázatot ír ki a városképi jelentőségi épületek felújítására. A műemléki környezetben lévő, illetve város arculatát komolyan meghatározó épületek esetében a homlokzat felújítására lehet pályázatot benyújtani. 5 millió forint az az összeg most, amit ki tudtunk írni ebben a pályázatban, 25 meg 150 millió forintot is biztos el tudnánk osztani. De minden évben van néhány olyan pályázó, akik
akiknek nagy segítség az, hogyha egy ekkora összeggel a város hozzájárul az ő épületének, az ő tulajdonának a homlokzati felújításához. Jó szívvel ajánlom ezt a pályázatot, tessenek megnézni, és aki éppen most gondolkodik felújításban, annak érdemes ezt igénybe venni. Az 5. napi rendi pont hasznosítási pályázat kiírása volt egyes önkormányzati tulajdonú épületekre. Meg is dicsértem a kollégáimat, hogy ilyen szépen fogalmazták meg a címét ennek az előterjesztésnek. Magyarul és leegyszerűsítve arról van szó, hogy a város tulajdonában lévő illemhelyek, vécék hasznosítására, üzemeltetésére írunk ki pályázatot újra. Volt már egy ilyen pályázatunk, senki nem jelentkezett, ebből arra következtettünk, hogy lehet, hogy nálunk van a hiba, kicsit tovább kell ezt precizírozni, még jobb tartalommal kell megfogalmaznunk, és most ezt azt gondolom, hogy sikerült. Két ponton is olyan anyagi támogatást is még hozzátettünk a pályázó számára, amivel talán így most találunk majd olyan partnert, aki ezeket az ingatlanjainkat, ezeket a helyszíneket üzemeltetni a jövőben. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT 2024. évi közművelődési munka és szolgáltatási tervét fogadta el a képviselőtestület. Ezt minden évben megtárgyaljuk, mint tulajdonos, és mint aki a közművelődésért felelős, ugye a városnak ez egy kötelező feladata. Ezt a kötelező feladatunkat átadtuk a Városkapu ZRT-nek, illetve még néhány részben cégünknek, például a Rendház Kft-nek, de átadtuk olyan civil szervezeteknek is, mint a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság, vagy a TIT, vagy a Kenderke Alapítvány. Tehát több olyan városban működő intézmény vagy közösség van, amelyikek ebben a közművelődésben részt vesznek. A Városkapu ebből a legnagyobb falatot viszi el, ezért külön is tárgyaljuk őt mindig, és egy nagyon komoly anyagot tettek le az asztalra. Jó hír az, hogy például ebben az anyagban nem szerepel még úgy, mert egy egészen friss információ, hogy a szabadtéri színpad üzemeltetését egy együttműködésben kívánja a Városkapu a következő időszakban megvalósítani, egy magánszervezettel, egy magáncéggel való együttműködésben. Ennek a részleteiről hamarosan tájékoztatást fogunk adni. A Tatai Kincses Kertóvoda is napirendi pontra került, két napirendi pont kapcsán, illetve egy napirendi pontban, de két alpontban. Az első az alapítókörött módosítása volt, a másik pedig ingatlan használati szerződés megkötése református egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyel. Korábban beszéltünk már erről szintén, hogy a szivárványóvodánkat a református egyház által fönntartott egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek adjuk át, ahol autista, logopédiai problémával küzdő, vagy esenis gyermekek ellátását fogja végezni a fenntartó óvodai korosztálynak. Magyarul marad óvoda, mondhatom azt leegyszerűsített néven, hogy egy speciális óvoda jön így létre. De az eddigi irodájukat is áthelyezzük a rendházból a bíróság épületébe, ott van az önkormányzatnak egy szintje, és az ott megüresedett irodáinkból is átadunk bérletbe az egyminek, és az egyéb tevékenységeit, amely szintén ez a gyógypedagógiai módszertani intézményhez tartozó tevékenység, ezeket ezen irodák segítségével, ezen helyszín segítségével végzik, részben majd ott, részben pedig a Szivárvány óvodában kialakított új helységekben. Ezt követően tájékoztatókra, beszámolókra került sor. Elsőként az a tájékoztató hangzott el, mely a Tatán működő közműszolgáltatók 2024. évi fejlesztési terveire vonatkoztak. Így többek között az EDVLZT, az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRT, az MVM, az E-gáz, D-gáz, Földgáz Hálózat ZRT, a Kábelnet 2002 Kft., a Videnet ZRT, valamint a Magyar Telekom nyitott ZRT tekintetében. Minden esztendőben ezektől a cégektől, szolgáltatóktól megkérjük, hogy küldjék meg nekünk, hogy a városunkba, a városunk területén, a közigazgatási területen belül milyen fejlesztéseket terveznek az adott esztendőre, és ennek a listáját, ennek a tartalmát képviselőtestülettel szoktam ismertetni.
Erre azért is van szükségünk, mert az önkormányzati fejlesztésekkel egyrészt összeillik hangolni, másrészt pedig azért is, hogy a tataiakat tájékoztatni tudjuk, hogy maga a szolgáltató a saját pénzén, idézőjel bezárva, milyen fejlesztéseket hajt végre. Itt sok millió forintos fejlesztéseket láthatunk. Az a kérésem, javaslatom, hogy a honlapunkon látható előterjesztésből mindenki a saját területére vonatkozóan megismerheti és ismerje meg, hogy ott azon a részen ezek a szolgáltatók milyen fejlesztéseket tesznek. Túl hosszú ahhoz, hogy én most itt a rövid kis híradásban ezt felsoroljam. A következő tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról és a magyar kormány által biztosított támogatásokról szólt, ennek B napi rendi pontja pedig a Pons Danubio LGTC-ről. Az önkormányzat minden évben, minden hónapban a testület kap egy olyan tájékoztatást, amiben a pályázatok éppen aktuális állapotáról beszámolunk. Ezt most már hosszú évek óta csináljuk, és ezt azért kértem a munkatársaimtól, hogy a testület tagjai mindig napra készek legyenek az összes pályázatunkat illetően. Hála Istennek nem egy együgyű önkormányzat vagyunk, aminek van egy ügye, egy pályázata, és akkor azt hosszasan viszi végig, és amikor befejeződik, kezd egy másikat, hanem itt párhuzamosan 11 néhány pályázat folyamatosan megy, és ezeknek a pályázatoknak valóban nem egyszerű átlátni a rendszerét, hogy melyiknél hol tartunk, melyiképpen milyen állapotban van. Úgyhogy erről nagyon örömmel veszik a képviselőtársaim mindig, hogy tényleg részleteket tudhatnak. Az egyiket, amit kiemelnék, az a csatorna fejlesztésünk, csapadék csatorna fejlesztésünk, vagy inkább úgy fogalmazunk, hogy csapadék megtartó és elvezető rendszernek az új fejlesztése. Ez egy 1,4 milliárd forintos pályázat, ami 8 helyszínen lesz, 8 helyszínen lesz tulajdonképpen a városban, igazából ez 7 egységet jelent, amiben például olyan is beletartozik, mint a Május-egy út 43-45 alatt feltörő forrásoknak a végre az elvezetése. Egy elég hosszú folyamat, hiszen most már 10 éve, hogy visszatértek a források, és ezek a házak szenvednek ez miatt. Most sikerült pénzt szerezni arra, hogy a környezetében le tudjuk süllyeszteni a vízszintet, és ténylegesen el tudjuk vezetni. De például ezt a feladatot azzal is kiegészítjük, hogy a környékben keletkező csapadékvizet is akkor ebbe az új csatornába be tudjuk kötni. Hasonló fejlesztés a Mária utca környékén fog történni, Agostyánban is történik egy ilyen a Posta utcájában és annak a környezetében, de a Kazincbarcikai úton is, az új úton is lesz ilyen jellegű fejlesztésünk, sőt a legnagyobb talán falat ebből a nagy templom mögött, a Kossuth tér mögött, a II. János Pál téren, ahol a parkolót ennek a pályázatnak a segítségével tudjuk végre megépíteni, egy olyan EcoGreen nevű anyaggal, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy fix alapja lesz a parkolónak, de mégis elszívja a vizet, és esőkertekkel kiegészítve, amennyi vizet csak lehet, a helyszínen ott tartva fogjuk megoldani a csapadéknak, a nagy mennyiségű csapadéknak a jelenlétét, vagy a alkalomattán a gondját. Csak a többletvizet fogjuk mindenhonnan elvezetni, amennyi vizet csak lehet, megtartunk ott azon az adott területen. Ez a mostani legnagyobb olyan fejlesztés például, amit előkészítünk. A Pons Danubi EGTC-n keresztül pedig pályáztunk egy interreges pályázatra, egy határon átnyúló pályázatra, Galánta nevű településsel, ahol az Eszterházi hagyaték szintén föllelhető, és az Eszterházi név kötötte össze a mi pályázatunkat, amiben az angol kertre pályáztunk, az ott lévő építmények, a műromok, a török mecset, a grotta, a hidak, a különböző ilyen kis kiegészítőknek a felújítására. Hát várjuk a végleges visszajelzést,
az információink azok, hogy talán a nyertesek között lehet ez a pályázatunk, de még mindig nem kaptunk róla végleges visszajelzést. Március végéig ígérték. Én remélem, hogy egy újabb jó hírről számolhatok be a tatajaknak, hiszen ez azt jelenti, hogy megint több százmillió forintot költhetünk az angol kertre. A másik rendszeresen visszatérő tájékoztatás témája a felszín alatti és a felszín feletti vizek állapota. Ez is egy olyan folyamat most már, amit korábban kértem a képviselőtestület számára a hivataltól. A mostani beszámolóban megint vannak jó hírek, hiszen azt is láthatjuk, hogy a fényesen durván 3000 köbméterrel több víz folyik, vagy jön a felszínre naponta, mint eddig, illetve a angol kertben is a forrásunk megint 30 cm körüli magassággal emelkedett meg. Tehát az, amit korábban mondtunk, hogy az elmúlt év bő csapadék mennyisége szép lassan szivárog le a karsztrendszerbe, és ennek a forrásokban való megjelenése tapasztalható lesz, az most már látható mindannyiunk számára. Hát most azért kell imádkoznunk, hogy ez így maradjon, tehát az idei évben is legyen bőségesen eső. Folyamatosan ezt is követjük egyébként, hónapról hónapra látható ebben az előterjesztésben, hogy a csapadék mennyiség és az ehhez kapcsolódó a számított beszivárgás nagyságrendje milyen módon változik. Sok minden téma tartozott a két ülés közötti előterjesztésünkbe is. Ez főleg azért volt ez a sok minden, mert a bizottsági ülésen a múlt héten döntés született a városi alapoknak a kiosztásáról. A sok-sok pályázatot tudtunk támogatni. Az ott hozott döntésekből az, ami alapítványokat érint, azt a képviselőtestületnek is jóvá kell hagyni, ezért egy 21-nehány döntést kellett hoznunk ebben a napirendben. Ez főleg ezért volt, mert sok alapítványnak tudtunk támogatást adni. De szerepel ebben a témakörben, ebben a döntésünkben például egy olyan támogatás is, hogy az Ötvös Gimnázium fizika országos versenyének a támogatására képviselőtestület saját maga is 250 000 forintos támogatást ítélt meg az idei verseny sikeres megrendezéséhez. Jó munkát kívánunk a gimnázium munkatársainak, tanárainak ehhez a versenyszervezéshez. A két ülés közötti témát követi mindig a képviselői kérdések lehetősége. Itt elhangzott egy kérdés, ami sok-sok tatajtó naponta elhangzik, a körforgalom építésével kapcsolatos közlekedési nehézségekre vonatkozóan. Természetesen a közúttal is tárgyaltunk arra vonatkozóan, hogy a május egy úton hogy lehetne gyorsítani az áthaladást, a lámpákat hogy lehetne úgy szabályozni, hogy még gyorsabb legyen az áthaladás a május egy úton. Azt a választ kaptam a közúttól, hogy ez egy komoly programozási feladat lenne. Nincs akadály annak, hogy ezt megrendeljük, de volna olyan kedves ezt a város kifizetni. A másik pedig az volt, hogy amennyiben a Gebman háznál sárga villogóra átállítjuk az Ebránál állandóra a lámpát, akkor az azt jelentené, hogy oda valamilyen biztonsági szakember, elsősorban rendőr felügyelete szükséges lenne, hogy nehogy mégis baleset szülessen, ami meg még plusz újabb pénzforrást igényelne. Én megértem a tatajaknak a mérgét is, én is ezen az útvonalon közlekedem naponta, látom, hogy mennyi időbe telik átjönni ilyen reggeli órában a városon. Én azt kérem, hogy legyünk türelmesek, nem tudunk olyan megoldást, ami nagyban segíteni ezt az áthaladásnak a gyorsítását. Tudomásul kell venni, a mi városunk ilyen. Az öreg tónak köszönhetően egy kifli alakú városban élünk, és három olyan útvonal van, amiből 2,5 irányba tudunk közlekedni. Hajdú utcát nem tudjuk megfordítani, mert olyan balesetveszélyes a szakemberek szerint egy ilyen döntés, amire megépül az új körforgalom, addigra állna talán be mindenki fejébe az, hogy itt most csak ebbe az irányba lehet közlekedni, tehát ott a lefelé jövő forgalmat tudja továbbra is segíteni. A május egy út akkora áteresztő képességgel rendelkezik, amekkorával, és a mostani kerülő utak
a körforgalom építése miatt terheltsége is ennyit bír el. Mindenkinek azt a plusz 10 percet nagyon kérem, hogy tegye be az idejébe a reggeli órában, amennyiben 7 és 8 óra között akar közlekedni, vagy 3-4-7 és 8 óra között a Bacsó Béla út felől, illetve délután hasonlóan a munkaidő végeztével. Nagyon igyekszünk a projektünkkel, a vállalkozótól azt kértük, hogy mindent vessen be, hogy a lehető leggyorsabban kész legyen vele, vagy legalább részlegesen már majd egy-egy szakaszát, vagy egy-egy irányát a körforgalomnak megnyithassuk. Ezen vagyunk. Köszönöm és kérem továbbra is a türelmét a tataiaknak. Az építkezés ezzel jár, hogy sajnos bizonyos területeket ilyen módon nem tudunk addig igénybe venni, amíg az építkezés folyik, de hamarosan megleszünk ezzel is, és elkészül a körforgalom. Ezzel együtt kívánok nagyon-nagyon áldott, szép húsvétot mindenkinek. Nagyon köszönöm a Pötörkének, Kenderkének és mindenkinek, aki részt vett a Böjti Karikázó csodálatos élményét, és nagyon köszönöm azoknak is, akik a passiójátékban részt vettek a nagy templomban. Igazán, ahogy Bálint atya fogalmazott, egy mérföldkőhöz érkeztünk, egy annyira szép előadás volt, hogy igazán mindenkit meghatott, és egy nagyon szép lelki élményt adott a jelenlevőknek is, és a szereplőknek is, hiszen 50-en vettünk részt a darab előadásában. Jó szívvel kívánok mindenkinek, tehát áldott, békés, nagyon szép húsvéti ünnepeket, sok-sok lelki feltöltődéshez alkalmas családi együttlétet és megerősödést abban, hogy gyönyörű világban élünk, érdemes odafigyelnünk egymásra és segítenünk a további közösségi életünket. Múlt hét csütörtökön a Magyari Terv 3.0 vitairatának utolsó szakmai találkozójáról adtunk hírt, akár csak Nieselberger Róbert könyvéről is, aki a Tatai Lóversenyzés történelmi aranykora címmel mutatta be legújabb kiadványát. Végéhez érkezett a Magyari Terv 3.0 vitairatának fóruma, amelynek utolsó találkozójára március 27-én került sor. A szakmai észrevételek mellett a lakosság is több megjegyzést küldött a megadott elérhetőségeken, erre egészen a hónap végéig kínál még lehetőséget az önkormányzat. Azok, akik az elmúlt vitanapokon részt vettek, itt helyben több mint 250-en voltunk az elmúlt egyes programpontok vitáján, egész városi szinten pedig jóval többen természetesen, és még egy-két pontra van meghívásom, ahol külön is kérték, hogy ismertessük és beszélgessünk még a magyari tervről. Nagyon-nagyon hasznos volt ez a találkozó, hiszen a korábban a lakossági fórumokon összegyűjtött információkat, aztán a hivatal munkatársaival való feldolgozást, a közvetlen kapcsolatainkon keresztüli feldolgozást követően most megszületett vitairatnak az átbeszélgetése, megvitatása rengeteg új információt, gondolatot, javaslatot vetett föl, és ennek folyamányaként most már van lehetőségünk elkészíteni magát az első olvasatát a Magyari Terv 3.0-nak. Ezt az áprilisi testület ülésre én nagyon szeretném, hogyha a testület már olvashatná és egy kicsit meg is vitathatná. És ezzel a nagy munkával végül is oda tudtunk eljutni, hogy az a korábbi törekvésünk, hogy a Magyari Terv első kiadás, második kiadás, most a harmadik kiadás ténylegesen szolgálja hosszú távon a városfejlesztést, hiszen az elsőből, meg a másodikból is több mint 120 projektelem valósult meg. Durván 160 olyan elemet számoltunk össze, amelyiket vagy megkezdtünk, vagy valamelyik rész eleme már megvalósult. Tehát ez egy valóságos terv, annak ellenére, hogy nincs mellétéve a konkrét forint, nincs mellétéve a konkrét dátum, időrend van, prioritási sorrend van, és hát vannak olyan soraink, ahonnan reméljük, meg ahonnan igyekszünk megszerezni hozzá forrásokat. Tehát azt mondhatom el, hogy tényleg egy olyan városi, hosszú távú fejlesztési program lesz a kezünkbe néhány hónapon belül, amely egészen biztos, hogy azt a megkezdett nagyon jó lendületet, amit Tata városa fölvett 15 évvel ezelőtt, ezt a nagy lendületet folytatni tudjuk.
1885 és 1920 között egy versenyistálló rendszernek adott otthon Tata, de a Sport utcában található villaépület is kulcsfontosságú szerepet játszott a helyi lovas életben. Többek között erről is bővebb információval gazdagodhatnak azok, akik elolvassák Nieselberger Róbert, a Tatai Lóversenyzés Történelmi Aranykora című könyvét, amelyet március végén mutatott be a Városházán. Az író az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület elnöke, így kiemelten fontosnak tartja, hogy az utókor és hitelesen tájékozódjon Magyarország, azon belül is Tata fontos lovas történelméről. Ebben a lóversenyzésben ez a korszak, amit most látni fognak, illetve megírtam, ez konkrétan a monarchiának volt tulajdonképpen a fellegvár, és abban az időben kis Newmarketnek hívták, tehát ami nem volt véletlen. Ez Miklóshoz tartozott, egyébként a Ozorai Ménes volt abban az időben a leghíresebb Eszterházi Páli, ott körülbelül 300-400 ló volt, tehát ez így indult Eszterházi birtokrendszerbe, és utána, amikor Kent Aniki néven tulajdonképpen a zsokéklub megalakult, akkor teljes mértékben elkezdték felépíteni a tatai lóversenyzést és tenyésztést, tehát ez egy olyan komplex kis birodalom lett. Amikor ezt az úgynevezett versenytelepet kiépítették, akkor azt lehet mondani, hogy itt a korabeli időszaknak a 15 versenytelepéből a monarchiából 11 Tatán volt, és ebből 10 a Sport utcába. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy akkor tényleg egy vezető szerepet töltöttek be a versenyzésben a eszterháziak. Itt volt az első idomítóintézet, magán és nyilvános, azon belül a gát és akadályugró lovaknak volt a Sport utcában a leghíresebb telepe, és a most már itt a tataiak fogják látni, a Baji úti egyes istálóba pedig a úgynevezett Hucsenejter fogadhajtó telep volt, ami a monarchiába felülmúlt az összes fogadhajtó telepet, és a legeredményesebb volt. Ahogy elkezdődött a Hucsenejter féle fogadhajtás, nem is ügetőkkel hajtották végre ezt a lóversenyzést, hanem angol telivérekkel. És azért csoda ez megint, mert például az Andal, aki sorban nyerte a derbit, az egy kanca volt, és megtanította a Hucsenejter tulajdonképpen az angol telivéreknek azt, amit máshol ügető lovakkal végeztek. Ez egy nagyon hosszadalmas munka volt, de az is látszik, hogy ez egy ideig tartott. Ebben nem volt szerintem akkora pénz, mint mondjuk a galopba, illetve az akadályversenyekbe, és így előbb-utóbb átterelődött azért a fajsúly csak a galopp versenyekre itt Magyarországon. Hát 1920-ban két okból is befejeződött, mert a 14-18-as háború azért megritkította, és abban az időben azért a fogatos eszközöket ló húzta. Katonaságnak ló kellett, gazdasági életben pedig a kocsikat is lovak mozgatták, úgyhogy a hadsereg elég nagy, azt mondom, hogy igényt jelentett be ilyenkor a lovakra, és hát itt majd fogják látni a képeken, ez egy ilyen szomorú időszak is volt, mert a versenylovakat utána már nem arra használták, amire kellett volna, és nagyon sok istállót rekviláltak, ezáltal is másra használták ezeket a versenylovakat, aminek azért szomorú vége lett. Virágvasárnap, azaz március 24-én este 7 órától mutatta be a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja Passió előadását a szervezet megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Kiállítás megnyitóval, zenei betétekkel és Grecsó Krisztián előadásával várták az érdeklődőket az Eötvös József Gimnázium Vakablak programjára. A húsvétra hangolódhattak az érdeklődők Tatán, a tavalyi évben átadott Malomkertben, ahol kalácsfonó workshoppal várták az érdeklődőket. Március 24-én este a Szent Kereszt plébánia templomban mutatta be a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja azt a passió előadást, amire a szervezet és önkénteseik már hónapok óta készültek. A kereszténység legnagyobb ünnepére több mint 60 közreműködővel megvalósított misztériumjáték minden várakozást felülmúlt a pozitív visszajelzések számát, illetően nyilatkozta a szervezet elnöke. Legtöbbet az jelenti, hogy akik szerepeltek benne, ők hogy érezték, és maguk sem gondolták, mint ahogy én sem gondoltam, hogy ennyire szerethető ez a dolog, és ennyire sokat adhatunk magunknak, meg azoknak, akik ezt megnézik és végigélik a templomban. Nem tudunk arról, hogy Tatán lett volna hasonló. Ez az előadás, ez nem egy hagyományos passió volt, hiszen azok most is vannak, tehát aznap is, virágvasárnap és most nagypénteken is mind a két templomban éneklünk passiót. Ez egy misztériumjáték volt, amelyik meglehetősen sokban különbözik
a Passiótól. A Passió szigorúan következetesen az újszövetségi szentírás szövegéhez ragaszkodik, ez pedig tulajdonképpen elmondja a történetet, de mindig van valamilyen kiegészítő funkciója, például ennek is volt egy 20. századi szereplője, pedig tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt zajlottak az eredeti események. És ő volt a főszereplő, valljuk be, még ha nem is az ő hatása volt a legnagyobb a nézőkre, az ő lelki fejlődését mutatja be tulajdonképpen ez a misztérium játék, és Olivier, aki ezt játszotta, nagyon jól is csinálta, úgyhogy átment, hogy úgy mondjam, az üzenet. A Passiójáték eredeti gondolata a természeti környezet és a megszépült Kálvária dombhoz kapcsolódva született meg a szervezőkben. Ennek megfelelően az előadás a jövőben akár más helyszíneken is bemutatkozhat. Megnéztem én neten legalább 12 máshol játszott Passiót, és nagyon szép ebből a Budaörsi, ugye, ami kicsit hasonlít a mi viszonyainkra. Hát, hogy a Csíksomlyó itt is emlegesen. És látszik azon a rengeteg munka, meg a költségvetés, meg egyéb dolgok. Amit mondjuk itt a magunk szempontjából említenék, és fontos volt, hogy ne befolyásolja végül is ennek a sikerét, az időjárás. Tehát viszonylag korán van húsvét. Ilyen hosszabb távú tervet tűztünk magunk elé. Azt jelenti, hogy első lépcsőként előadtuk ezt most a templomban. Arra gondoltunk, hogy kimerészkedünk jövőre a templom elé, tehát a Kossuth téren lenne az előadás, a háttérben a Szent Kereszt templommal, és ha szépen mennek a dolgok, meg eléggé nagynak érezzük magunkat, akkor megcélzünk egy Kálvária dombi előadást is. Zenében, finom falatokban és kultúrában sem volt hiány az Eötvös József Gimnázium nagymúltú programján. Március utolsó szerdai napján az intézmény ismét megszervezte Vakablak kezdeményezését, amely több mint két évtizedek közkedvelt rendezvény a tanulók, pedagógusok, öregdiákok és a művészet iránt érdeklődők számára egyaránt. A késő délutáni esemény egyfajta kávéházi hangulatban várja a vendégeket, akik a helyi kötődésű és országosan is elismert művészek társaságában tölthetnek el pár órát. Mint egy 25 évvel ezelőtt egy akkori itt dolgozó kollégám indította útjára zenés irodalmi kávéházként a Vakablakot, ami azóta, hát azt gondolom, hogy sok átalakuláson ment keresztül. Elsősorban arra fókuszáltunk, hogy olyan nívós képzőművészeket, irodalom képviselőit, gondolok színészekre, írókra, költőkre, illetve zenészeket hívjunk meg, akik mellett nagyon jó, hogyha a diákok fölléphetnek. És azt gondolom, hogy ez adja ennek az egésznek a varázsát. Az utóbbi években Lévai Ádám kollégámmal kiegészülve a zene és az irodalom mellett a képzőművészet is nagyon nagy hangsúlyt kapott, úgyhogy ezért egy kiállítás megnyitó is része a programnak. Az est egyik legjobban várt vendége Grecsó Krisztián, József Attila díjas magyar költő, író, dalszerző volt, akivel már több éve egyeztettek a szervezők. Pozitív visszajelzésként pedig nem csak az intézmény munkatársainak, az alkotónak is fontos volt a rendezvény. Szerintem ez egy nagyon üdvös dolog, ugyanis arról van szó, hogy abban a közegben, ahol a kultúra általában nem túl izgalmas formában jelenik meg, ott abban az új helyzetbe kerülhetnek a diákok is, meg a régi diákok is, hogy az élő kultúrával találkoznak, vagyis a saját kreativitásukat lehet bizsergetni. Tehát azt mondani, hogy édesem, azért jár a cénekórára, mert utána írhatsz dalt. Utána írjál verset, írjál prózát, legyen a tiéd az egész, és ne aggódj azon, hogy a klasszikusok téged leföldelnek, és neked semmi közöd ehhez. Illetve, hogy az irodalom az egy halott ügy, mert az írók mind halottak. Úgyhogy ezt ott kellene fesztiválszerűen csinálni, ahol a diákok vannak, vagyis magában az iskolában. Ugye ez egy nagyon régi hagyományú iskola, és általában úgy van, hogy a régi iskolák szoktak újítani, tehát hogy itt hála Istennek az Eötvös ilyen tatán, vagyis nem intézél egy rendhagyó órával, hanem azt mondja, hogy nem, csinál akkor egy fesztivált. Úgyhogy nagyon boldog, hogy itt lehetek. Az irodalmi kávéház nagy sikert aratott az érdeklődők körében, hiszen több mint 160 vendég látogatta meg a kulturális programokban gazdag kezdeményezést.
A húsvéti időszakban hagyományosan szinte minden család ünnepi asztalán megtalálható a fonott kalács. Ez lehet sós vagy édes, mindenkinek a fantáziájára van bízva. Azonban az elkészítés közben számos lépésre érdemes odafigyelni, hogy minél szebb kalácsokat készíthessünk, hiszen nem csak a dagasztásnál, de a kelesztésnél, pihentetésnél és legfőképpen a fonásnál vethetünk be olyan praktikákat, amelyek megkönnyíthetik a munkánkat. A Tatai Malomkert Galéria konyhájában megszervezésre kerülő workshopon számos ilyen felmerülő kérdése választ kaphattak a résztvevők. Vannak olyan fortélyok, amiket hát tudni kell, vagy mondjuk ismerni kell. Például az, hogy kellő időt kell hagyni a tésztának a kelésére, meg pihentetésre, hogy ne repedjen mondjuk a tészta, vagy ne legyen ilyen, hát úgymond rágott a teteje, amikor sodorjuk. Tehát ezeknél a mozzanatoknál meg kell hagyni az időt, de szerencsére közben tudtunk beszélgetni, úgyhogy szépen eltelt így az idő a várakozások között. A tésztát én előre elkészítettem, pontosan azért, hogy azt a várakozási időt azt ki tudjuk váltani, úgyhogy amikor ideérkeztek a résztvevők, akkor egy kész megkelt tésztát kaptak, és azt osztottuk el már közösen 16 részre, kicsit kigömbölyítettük őket, és utána, amikor ez a kis kigömbölyített tészta is kellőképpen pihent, utána kezdtünk el fonni. Fontunk egy szálból, két szálból, három szálból, négy szálból és hat szálból is kalácsot, és hát mindegyiknél ugye megvan, hogy hogyan fogjuk meg a tésztaszálat, merre kanyarincsuk, mennyire legyen szoros, mennyire legyen hasas a tészta, vagy egyenletes. Ugye most már sülnek a kalácsok, itt is azért hagyni kell időt, hogy előtte megkeljenek a tészták. Mi tojással kentük most le a kalácsokat, de lehet lekenni tejjel, tejszínnel, meg lehet szórni különböző olajos magvakkal, szezámmaggal, mákkal, vagy meg lehet szórni például cukorral, akár sajttal is nyilván, hogyha az ember olyan kalácsot készít, sós kalácsot, akkor ilyennel is lehet. Az elkövetkező hónapokban egy új sorozattal bővül a Galéria konyha kínálata, ahol croissant, babkát, hamburgerzsemlét, vagy akár császárzsemlét is készíthetnek a résztvevők. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök április 1-én húsvét hétfőn a Tatai Televízió Tallózó című műsorát láthatták. Adásunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok Önöknek. A viszontlátásra!